Csúlya Imrével beszélgetünk egy remek érdekes holnapi programról. Produkció premier kapcsán. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy holnap szombaton este 8 órakor, aki ott tud lenni, majd a Kedves Zsámbék nevű zenés felolvasó színházi sorozat egy újabb állomásán, az nagyon jól jár. Miért is? Az Isten a címe az felolvasó esnek. Milyen jellegű másfél órára számíthatnak, akik elmennek? Hát lesz benne nagyon sok ismert vers is, azt hiszem. Adi többek között, Kányhádi Sándor, és még sorolhatnám. Tényleg egy nagyon izgalmas tömény. Hát ugye egy óra, 20 perces műsor várható. Csákányi Eszterrel és Heves... Becsei Hámiklóssal, bocsánat. És Járai Márk is ott lesz. Igen, igen. És mindez ugye az Icsi kastélynak a parkjában. Igen. Ezért mondtuk, hogy reméljük, hogy jó idő lesz, és az igen, mert mondanak egy kis frissülést, lehet, hogy lesznek kellemes, igen, hűvösebb fúvalatok, de bízunk benne, esőről ne is beszéljünk, mert... Elég kellemes tud lenni, most legutóbb Cegléden voltunk, ott is szabad télen adtuk elő az Adi estet, úgyhogy nem volt annyira megerőltető a kánikula. Ez egy sorozat lesz, ugye, ez csak a premier, az első alkalom, és utána az egész nyáron át gyakorlatilag itt heti szinten vannak programjaik erre. Hogyan sikerült felkészülni az elmúlt időszakban, illetve mennyire voltak már kiéhezve erre, hogy találkozzanak személyesen és a közönséggel? Hát mi is ki voltunk éhezve természetesen, meg azt tapasztalom nagy örömmel, hogy a nézők is... bocsánat, hogy ismétlem magam, de ki vannak éhezve az irodalomra, a lírára. Meg hát a személyes találkozás a főleg. A személyes találkozás, igen. Hát most mindenki el volt zárva sajnos a Covid miatt. És hogy az az érdekes, mert ugye a Ceglédi az egy Adi est volt. Igen. Ez ugye egy válogatás, hogy nem feltétlenül a legkönnyebb szórakoztatás irányába megy az érdeklődés. Ezt jól látom? Hát igen, szóval ezek a versek azért nem egy ilyen villámtréfák. Igen, azért nem egy könnyed nyáresti program, erre célzott Emilia. De közben zenével megspékelve azért ez egy eléggé fogyasztható műfaj a tapasztalatunk szerint. Uh-huh. Úgyhogy, és nagyra az érdeklődés, szóval itt ezzel nincs mit kezdeni. Igen, az embereket érdeklik, és országszerte bárhova megyek, 80-100-150 fő mindig összegyűl egy ilyen önálló esten, vagy akár egy ilyen felolvasó esten. Az, hogy milyen versek kerülnek bele, hogy áll össze a produkció, abban saját maguknak, a szereplő művészeknek is nagy szerepük volt, vagy a rendező, vagy ki volt a meghatározó ebben? Nem, hát Seres Tamás, aki szerkeszti és rendezi ezeket az esteket, ő állítja össze. Nagyon, nagyon sok munka van e mögött, én azt látom. Ugye ezt a írtózatosan gazdag a magyar irodalom, és hát ezt elolvasni, és úgy még plusz kiválogatni, hogy melyik színésznek, melyik a legmegfelelőbb vers, azért az nem kis feladat. Hát ebben oroszlán része van. A műfaj színészként a felolvasó színház, a felolvasó est, az miben követel más felkészülést? Hát ezt is nagyon sokszor el kell olvasni, hogy... Tehát nem arról van szó, hogy az ember fél órával előtte. Tehát nem blattolni megyünk oda, hanem hát viszonylag hamar megkapjuk a szöveget, és most szóval mindig van rá egy fél nap, vagy másfél nap, hogy az ember el tudjon egy-egy versben mélyülni. Plusz ott előtte próbálunk, természetesen megkapjuk a megfelelő instrukciókat, és akkor fejlesztünk. Ugye másfajta, vagy kicsit talán szűkebbnek gondolom a színészi eszköztárat, amit itt egy felolvasás kapcsán lehet alkalmazni, nem? Hát igen, nem lehet nagyon zórni a hajtjukat. A versmondás műfaj az is egy elég fegyelmezett műfaj, a magát verset mondani. Azért fontos a többiekkel a kommunikáció, nem? Tehát hogyan tudnak négyen is együttműködni? Persze, hogy tudunk egymásból építkezni. Volt olyan, hogy egyik kolléganőmnek mondtam el, az őrizem a szemedet. Mert olyan volt a szituáció, hogy belőle lehetett építkezni. És ennyi évvel ilyen rutinnal a háta mögött van, volt olyan, hogy egy ilyen felolvasó esten jött szembe egy olyan szöveg, egy olyan vers, ami korábban nem volt ismert, vagy egy új oldalát mutatta meg? Tehát amikor maga a színész is kap valamit, nem csak adja a közönségnek. Ami új impulzust. Hát mivel azért némiképp felkészülünk, vagy fel tudunk készülni ezekre,
Úgyhogy nagyon ismeretlen. Nem, amikor megkapják, akkor azért amikor lehet olyan, hogy nem nincs olyan barátságban a szöveggel, aztán valahogy kinyílik a mélysége. Vannak ilyen nehezebb. Adinak például a Feltámadás szomorúsága az eléggé meghökkentő vers, elsőre találkozni vele. Tehát abban picit jobban el kell mélyülni, hogy az ember tudja, hogy mifelé kell menni. Mi fér bele még a nyárba, ugye a mindenféle televíziós sorozatokban látjuk állandóan, nem is tudom időben, hogy ez a sok szereplés, hogy áll össze, de lesz-e még más is, más helyszíneken, más produkcióban is láthatjuk? Hát jó, a mi kis falunkat folytatjuk természetesen, meg még próbálunk másodikáig az Örkény Színházba. Annak mikor lesz a premierje? És annak mi is? Novemberben lesz a premierje, de igyekszünk elkészülni vele, hogyha eltesszük egy kis időre, akkor és mi lesz? Ez a jó embert keresünk. Jó embert keresünk. Igen. Azért az elképesztő érzés lehet, csak nagyon röviden a reklám alatt beszéltünk róla, hogy amikor a Tótékat sikerült újra 200 ember előtt élőben eljátszani egy ilyen periódus után. Hát az fölért nekünk is egy premierrel. Bár már túl vagyunk a 100. előadáson, de különben is a Tótékat játszani, az mindig egy, a zenészek úgy hívják, hogy örömzenélés. Az mindig egy örömszínészet a Örkényt játszani. Hát további izgalmas élményeket kívánunk a nyárra. Köszönöm szépen. És meg a nézőknek is persze, akik olyan szerencsések, hogy ott lennek. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.